Javul az autósok hangulata, főleg azoké, akik benzint tankolnak. Ennek literje 7 forinttal lesz olcsóbb szerdától, 373-at kérnek majd érte átlagosan az országban. 18 forinttal kevesebbet, mint múlt hétfőn. Több mint fél éve nem árulták ennyiért. Nekem nagyon jó lenne, ha tartós lenne, és mehet még lejjebb. Most én nekem havonta 35 ezer forintomban van, hogy dolgozni járok. A üzemanyagom. Hát ez így rendben lenne. Ez egy elég jó ár. Mennyire lesz ez tartós? Hát ezt nem tudom megmondani, mert ez, megmondom őszintén, Amerikától függ. A dollár árfolyama ismét idei csúcsa közelében jár. Ma reggel a 286 forintot is meghaladta. Az olajára viszont majdnem 20%-ot esett váratlanul. Alig egy hónapja még további drágulást, 100 dolláros szintet valószínűsítettek a legnagyobb elemzőintézetek, de végül 70 dollárig esett vissza a hordonkénti ár. Az Egyesült Államok mégsem léptetett életbe szankciókat az országok ellen, amelyek nem számolták fel határidőre gazdasági kapcsolataikat Iránnal. Az amerikai elnök azt mondta, nem akarom, hogy a világon emelkedjenek az olajárak, nem akarok hősködni. Részben ennek hatására hirtelen nagyobb lett a kínálat, mint a kereslet olajból a világban. Az árak viszont hasonló gyorsasággal indulhatnak majd felfelé, miután a kitermelők már is a kínálat szűkítésére készülnek. Emiatt a GKI gazdaságkutató úgy számol, Magyarországon is csak átmenetileg lesz olcsóbb a benzin. Az eddigi megnyilvánulásokat figyelembe véve inkább a korábbi árszintre kell beállni, sőt, hát még az se kizárt, hogy egy ilyen bő 10%-os emelkedés lesz a jövő végéig. A GKI szerint alig több mint egy év múlva akár 450 forintba is kerülhet majd átlagosan a 95-ös benzinliterje.